Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látják. Először nézzük fontosabb híreinket röviden. A végéhez közelít a múzeumnegyed kialakítása. A kulturális épületkomplexumot várhatóan májusban adják át. Véradás. Hatalmas összefogás jellemezte a Soproni Egyetem és a Magyar Vöröskereszt akcióját. És legyen otthon tűzoltókészülék, ezt tanácsolják a szakemberek, kisebb kezdeti tüzek oltására hasznos lehet a porraloltó. Befejeződtek a múzeumnegyed építési munkálatai. A Fabricius ház, a Stornóház és a Tábornokház összekapcsolásával egy egységes múzeumi tér jött létre, mely lehetővé teszi a város kulturális kincseinek megőrzését. A város egyik legfontosabb turisztikai célpontját a kiállítások berendezését követően vehetik birtokba a látogatók. A múzeumnegyed kivitelezése során a belső átjárók összekapcsolásával az önállóan megközelíthető és bejárható három főtéri épület belső tereit kapcsolták össze. A fejlesztés tartalmazta a Tábornokház átalakítását, felújítását, udvarlefedését, a Fabricius ház utcai és udvari oldalszárnyának felújítását. A múzeumnegyed a Sopron és a Korona, az Otthon a városban című tárlatoknak, valamint a Mátyás királyról szóló bemutatónak is otthont ad. Lesz egy kiállítás, ami Sopron és a Korona kapcsolatáról szól. Ez a kora újkorta 20. századig tart, és ezt a néhány évszázadot öleli fel. A Sopronban többször tartózkodott a Korona, illetve országgyűléseket rendeztek ennek az emlékére, és ennek a tárgyaiból és emlékeiből készül ez a kiállítás. Aztán lesz egy 19. századi lakás kultúrát, illetve otthonokat bemutató kiállításunk, pont ez a címe, hogy Otthon a városban. Ez egy valóban otthonos és nagyon, nagyon jó érzés bent lenni ebben a kiállításban. Itt a 19. század három különböző korszakát, lakberendezési stílusát tanulmányozhatják a látogatók, ami összekapcsolódik egyébként egy korábbi lakáskultúra kiállításunkkal, ami a Fabricius házban volt, és most az is megújul. Itt lesz egy Biedermeier szoba, illetve egy Ampír, egy Biedermeier és egy jó német berendezésű szoba. Nagyon hangulatos, nagyon szép. A kőtáraink megújulnak, a római kori kőtár, illetve az újkori kőtár. Ezeknek a látványvilága és a tárgyi anyaga is megújul részben. Lesz egy kiállítás, amely Mátyás és a város különleges kapcsolatáról szól, illetve arról, hogy a legendákban, a mesékben élő Mátyás király és a valóság milyen viszonyban voltak egymással. Ezek az állandó tárlatok lesznek itt. A három ikonikus főtéri épület összekapcsolásával egy olyan komplexum jött létre, ahol a soproniak és az ide látogató turisták is a 21. századi látogatói igényeknek megfelelően tekinthetik meg a város kulturális kincseit. A tavasz elején vagyunk, és tudjuk jól, hogy napokon belül nyitnak a Soproni Múzeumnak az intézményei, a létesítményei, épületei. Azonban ez a tavasz más lesz, mint a korábbiak voltak számos tekintetben, hiszen a múzeum vonatkozásában egy nagy nyitás is lesz, valamikor május során, hiszen készen van, készhez nagyon közeli állapotban van a múzeum negyed. Jó tudjuk, hogy kormányzati forrásból valósult meg, csak nem 3 milliárd forintjába került ez a magyar adófizetőknek, hogy Sopronban a Fabricius ház, a Stornóház és a Tábornokház összekapcsolásával egy vadonatúj múzeumkomplexum alakul ki. Mi úgy szoktuk hívni, hogy a Soproni Louvre jön létre, hiszen egy korszerű, ám a hagyományos értékeket megtartó, nagyszerű kiállító tér jött itt létre, ahol a kincseinket tudjuk megmutatni a soproniaknak és az ide látogató turistáknak. A Modern Városok program keretében kormányzati támogatásból megvalósuló kulturális épületkomplexumot várhatóan májusban vehetik birtokba a soproniak és a városba látogatók. Hatalmas összefogás jellemezte a Soproni Egyetem és a Magyar Vöröskereszt soproni szervezete által szervezett véradást. Az esemény célja, hogy a hallgatók minél nagyobb létszámban vegyenek részt az önkéntes segítségnyújtásban. A folyamatos és biztonságos vérellátás biztosítása érdekében naponta 1600-1800 véradóra van szükség országszerte. Szép számban nyújtották a karjukat a Soproni Egyetem hallgatói és oktatói is szerdán. Az intézmény mindig is örömmel csatlakozott azokhoz a kezdeményezésekhez, melyek a környezet és a társadalom értékeinek a fejlődését szolgálják. Már évek óta megtartjuk minden szemeszterben ezt a rendezvényünket, egyre több hallgató jön elvért adni, és hát ezt egy nagyon szép formájának tartjuk a segítségnyújtásnak, mert hát tulajdonképpen anyagi hozzájárulás nélkül és anyagi helyzettől függetlenül lehet így segíteni azokon, akiknek éppen vérre van szükségük.
Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt számára fontos az új, első véradók megszólítása annak érdekében, hogy ők is átérezzék az önzetlen segítségnyújtás fontosságát. Ez most már nekem a negyedik alkalmam, hogy eljöttem véradásra, eddig sajnos nem sikerült, egyéb szűrővizsgálatok miatt, viszont most már remélem, hogy sikerül vért adnom, és azért tartom fontosnak, mivel úgy gondolom, hogy lehet, hogy én is kerülök egyszer majd olyan helyzetbe, hogy erre lesz szükségem, és így szeretném ezt megelőzni, hiszen tudom, hogy lehet, hogy majd később fontos lesz nekem is, ezért szeretnék segíteni. Egy véradással akár 3 ember életét is megmenthetjük. Véradásra az jelentkezhet, aki már elmúlt 18 éves, de még nincs 65 esztendős, és testsúlya eléri az 50 kg-ot. A véradással kapcsolatos összes információ megtalálható az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt honlapján. A kisebb kezdeti tüzek oltására hasznos lehet a tűzoltó készülék tartása az otthonunkban, illetve az autónkban is. A készüléket jól elérhető helyen érdemes tárolni. A melléképületekben, kazánházakban is jó szolgálatot tehet egy-egy ilyen készülék. Erre hívták fel a figyelmet a szakemberek. Múlt héten Sopronban, a Jókai utcában egy családi házban kigyulladt a villanyóra szekrény. Mire a soproni hivatásos tűzoltók megérkeztek, a tulajdonos egy ABC porraloltóval eloltotta a tüzet. A tűzeset során nem sérült meg senki, és a porraloltó készüléknek, valamint a tulajdonos gyors helyzetfelismerésének és cselekvésének köszönhetően a tűz nem terjedt tovább. Ezért javasolják a szakemberek, hogy tartsunk környezetünkben hasonló eszközt. Magának a tűzoltó készülékeknek számos fajtája van, megkülönböztethetünk vízzel, habbal, gázzal, illetve porral oltó készülékeket, attól függően, hogy milyen fajta töltet van bennük, és ezeknek a készülékeknek van egy úgynevezett oltás teljesítménye, ami meg megmutatja azt, hogy milyen nagyságú tűzre alkalmas, és van még egy por töltet, vagy hát egy töltet jellemzője, hogy szilárd, folyékony, gáz tüzeknek az oltására alkalmas. És a legáltalánosabban elterjedt tűzoltókészülék, amit már korábban is említettem, ez a 6 kilós nagyságrendű ABC porral megtöltött porraloltókészülék, ami azt jelenti, hogy nagy általánosságban ez akár folyadék, akár szilárdanyagok vagy gázok tüzének oltására is alkalmas. Tehát azt lehet mondani, hogy a környezetünkben keletkező szinte minden tűz oltására megfelelő. A készülékek praktikusan alkalmazhatóak vészhelyzetben, de a nem gyakorlottakat is segíti egy használati utasítás. Amennyiben használjuk ezeket a készülékeket, arra kell odafigyelni, hogy magán a készüléken található önmagában egy használati utasítás, de szintén általánosságban van valamifajta biztosító berendezés, ami megakadályozza a vétlen működését, akár egy csapszeg, akár egy ég, ezeket el kell távolítani, és magát a portöltetet, azt a tűzre irányítva ki kell lőni a készülékből. Én azt javaslom, hogy ne spóroljunk a porral, ha már egyszer használni kell, minél gyorsabban, minél intenzívebben oltsuk el ezt a kezdeti tüzet. Magáknak a porraloltó készülékeknek van egy olyan oltó hatása, vagy hát erre alakul a oltó hatásuk, hogy a levegő oxigénjét zárja el a tűztől, ezáltal alszik ki a tűz ilyen formába. Arra kell még odafigyelni a használatuk során, hogy a kijövő por azért egy nyomás alatt lévő anyag, tehát azt nem szabad emberfele irányítani, ezt csak a tűzfele szabad irányítva használni. Amennyiben több készülékünk van a helyszínen, akkor azt egy időben kell adott esetben több személlyel működtetni, hogy minél intenzívebb legyen ez a fajta beavatkozás. Az elektromos tüzet semmiképpen ne próbáljuk meg vízzel vagy habbal eloltani, mert súlyos sérüléseket okozhat. A nagyértékű elektronikai berendezések oltására a széndioxidot tartalmazó készüléket kell használni, mert így kisebb lesz a kár, mintha a porral oltót használnánk. Amennyiben úgy tűnik, hogy a tüzet nem tudjuk eloltani, minél előbb hagyjuk el az épületet, illetve menjünk biztonságos távolságba a tűztől, és kérjünk segítséget a 112-es segélyhívó számon. Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a soproni rendőrök. Egy 50 éves petőházi férfi közlekedett személygépkocsijával Fertőt külterületén Nyárliget irányából Fertőt felé szerda délután. Útja során áttért a szemközti sávba, ahol neki csapódott az előzését megkezdő és mellette haladó személyautónak, amely az ütközéstől a vízelvezető árokba került.
A balesetben a vétlen jármű vezetője megsérült, őt a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték. Az eset körülményeit a soproni rendőrkapitányság vizsgálja. A hétvégén ismét érdekes programokkal készül az érdeklődőknek az Erdőháza turisztikai látogatóközpont. Szombaton a vadon élő állatok világnapja alkalmából a szervezők bemutatják a környezetünkben fellelhető állatokat, és átfogó előadásokat is hallgathatnak a résztvevők. A reggeli napfény nyugalmában csemegésztek és sütkéreztek az Erdőháza állatai. Többek között róluk is szól a vadon élő állatok világnapja. Dr. Takács Viktor, az Erdőháza vezetője elárulta, még mindig kétes megítélésben részesülnek a vadonban élő jószágok. Március 4-én a vadon élő állatok világnapja alkalmából családi programot tartunk itt az Erdőháza ökoturisztikai látogatóközpontban. Ennek az az oka, hogy az állatokban, legalábbis a vadon élő állatokban, az erdőn lakóiban általában úgy gondolkozunk, hogy vagy a cukiságokat emeljük ki, vagy éppen azt, hogy milyen kárt tesznek, akár a mezőgazdasági kultúrákban, akár az erdei telepítésekben. A kettő közötti űrt szeretnénk azzal kitölteni, hogy megismertetjük a látogatóinkat a vadon élő állatok mindennapjaival, azzal, hogy ők családban, csoportban hogyan viselkednek, és miért teszik azokat a számunkra általában károkat, amiket tesznek a hétköznapjainkban. Ismeretterjesztő előadások és számos különböző program fogadja a látogatókat március 4-én. Több mint egy állatismertetés, tehát amellett, hogy a bemutató teremben előadásokat tartunk, kiemelten a ragadozó állatfajokról, illetve Magyarország nagy vadfajairól, amellett ugye itt a vadasparkban testközelben meg is tudjuk mutatni, meg tudják figyelni a látogatók azt, hogy hétköznap, úgymond családi kötelékben az együtt élő állatok milyen szociális viselkedést folytatnak, illetve hogy töltik a hétköznapjaikat. Ugye hosszú távon ez az embereknek a tudását kibővíti, és az állatokra irányuló megítélésüket is változtatja, ami egyben segíti a mi erdő- és vadgazdálkodási munkánkat is. Az ENSZ közgyűlése 2013-ban nyilvánította március 3-át a vadvilág világnapjává. Ekkor ünnepeljük földünk vadon élő növény és állatvilágának sokszínűségét, gazdasági, tudományos, etikai és esztétikai értékét. A címvédő Sopron Basket súlyos vereséget szenvedett az olasz Schio vendégeként a női kosárlabda Euróliga alapszakaszának utolsó fordulójában. Az együttes így is tovább jutott, csoport negyedikként a Fenerbahce lesz a soproniak ellenfele a negyed döntőben. A képlet a mérkőzés előtt viszonylag egyszerű volt. Ha nyer a Sopron, biztosan negyed döntős. Vereség esetén viszont azt figyelni kellett, hogy a Salamanca legyőzi-e a Gironát. Egy olasz tripla vezette fel a B csoport rangadóját. Erre jelen a Brooks válaszolt egy duplával, de az előny a Schionnál maradt. Ez egészen 7-6-ig tartott, amikor Brooks triplájával 9-7-re fordítottak a mieink. Gáspár Dávid együttese 9-7-es vezetése után hátrányba került, és az olaszok 9 ponttal elhúztak a nyitó negyedben. A folytatásban a szerbekkel kétszeres Európa-bajnok jelen a Brooks révén 1 pontra felzárkóztak a vendégek, de innentől újra a hazaiak akarata érvényesült, a nagyszünetben 36-29 állt az eredményjelző. Térfélcsere után 13 pontra nőtt a különbség, és a 27-15-re megnyert harmadik szakasszal a Schio gyakorlatilag eldöntötte a találkozót. A 63-44-ről induló utolsó játékrészre már nem maradtak izgalmak, a zöld-sárgák váratlanul sima vereséget szenvedtek. A Sopron 8-6-os mutatóval fejezte be az alapszakaszt, és mivel a Salamanca legyőzte a Gironát, a csoport negyedik helyezettjeként tovább jutott a negyed döntőbe. Ott az aljelű 8-ast megnyerő török Fenerbahce vár a magyarokra. Az egyik fél második sikeréig tartó párharc március 14-én kezdődik Isztambulban. Szeles napok következnek, az időjárásról részletesen híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, amelynek vendége Paul Mihály, a Lord énekese lesz. Majd Egy hetet című magazinunkat láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken délután kezd csökkenni észak felől a felhőzet.
Néhol megélénkülhet az északnyugati szél, napközben 7-12 fokot mérhetünk. Szombaton napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Többfelé feltámad a nyugati északnyugati szél, néhol erős rökésekre kell számítani. Hajnalra sokfelé fagypont alá megy a hőmérséklet, napközben 8-13 fokig melegedhet a levegő. Vasárnapra hidegfront hozhat pár fokos lehűlést, többfelé erősen megnövekszik a napközben a felhőzet, és helyenként záporok, hózáporok fordulhatnak elő. A maximumok 6 és 10 fok között alakulnak.